Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2023. június 29-e csütörtök van. Ez egy kétrészes videónak a második része. Az előző részben a kis zöldséges kertemet néztük meg, ami most hát nem túl csodálatos, de azért fog adni valamit. És most ebben a részben pedig megnézzük azt a szerencsétlen gyümölcsös kertet, amiben én nem is tudom, hogy idén lesz-e valami, ami termésnek nevezhető. Hát kezdjük az őszi borackokkal. Hát azokat a taffina annyira elkapta, de annyira elkapta, hogy még mindig látszanak itt rajta ezek a elszáradtak. Tehát tulajdonképpen ezen kell csinálni egy gyors metszést még, leszedni a szárazakat, és most kezdnék, ha nem igaz. Még mindig van taffinás levél rajta, beszarok. Elnézést a... Hát, jó, mondjuk ez lehet, hogy tetves. Na, azért, mert az a taffina ilyen melegben nincsen. Szóval most kezd végre olyan leveleket hozni, amik sajnos nagyon sárgák, tehát ez a tápanyag hiányra utal, de most már van értelme annak, hogy a trichoimmunnal, azzal a rakatozó gombával bepermetezzem, azt hát, ha a jövőre megfogja a taffinát. Már idén úgy látszik, amikor permeteztem, nem volt elég levél felület, ahol felszívódjon az a szerencsétlen gomba, és hát nem tudta megvédeni. Vagy pedig akkora volt az a taffina nyomás, hát hiszen akkor is ez a esős, hűvös időszak volt. Ez a fa is most kezd magához térni. De legalább már magához tér, de ez is nagyon sárga erőleg. Tehát ez még lehet, hogy ennek adni kell tápanyagot is. Valamilyen levél. Tápanyagot. Meg nagyon úgy néz ki, hogy még mindig vannak tetvek. Igen, ott vannak a rohadtdögök. Na, foly. De legalább ez a két fa, ez biztos, hogy túlélte. Ezek a paprikák is olyan csodálatosan legelik a csigák, hogy ez valami öröm. Egyik délut vagy este kijöttem, és megláttam rajta, pont ezen. Itt szépen feküdt rajta a csiga, és zabálta. Ne fenessen bele. De nem, most nem erről van szó. Hát ugye, ja, hát hogy a taffina az ugye egy dolog volt, a másik meg az, hogy a virágzáskor itt a fagy minden barackra, őszire is, meg a sárgára is. Hát nem tudom, hogy talán a magasban lehet, hogy van egy-kettő barack elbújva, de nem tudom. Potyog. Hát azt a keveset is, amit teremne, eldobálja, nem tudom miért. Szóval nem tökéletes a dolog egyáltalán. Hát aztán ez barackfa, ez nem tudom. Szóval ez minden csak nem őszi barack már, ez ráadásul nektarin. Tehát ezt annyira elkapta a taffina idén, hogy ezt lehet, hogy megölte, mert most itt-ott növeget valami, úgyhogy valószínűleg ezt itt el kell majd vágni. Akkor bele kell oltani valami, ha valahonnan tudok szerezni egy normális fajtát. Tehát ez a nektarinfa, ez annyira taffinás volt, hogy ez gyakorlatilag ez halálra ítéltetett. Itt-ott van rajta hajtás, ott a tetején van valamennyi, ami értékelhető, de egyébként ez az egész faj, ez nagyon úgy néz, hogy kuka. Ifítani se érdemes, mert most ki tudja, hogy itt visszavágnám, van-e még neki alvó ríj, ami kijön. Ebből azt kéne csinálni tényleg, hogy itt elfűrészelve valamiket beleoltani, ami ellenállóbb, meg nem kopasz barack. A kopasz barackot nekem nem jönnek be. A kulé, ki kellett hozni, mert építkezés lesz a fenébe. Hát ez a
maraszt, ne nézzenek, ez még van termés, amit talán be is érik. Legalább 2-3, látszik rajta. Na, ezen van annyi levél felület. És egész szép levelek vannak rajta. Ezt is érdemes a trihoimmunnal befújni, aztán hát, ha jövőre jobb ez, de rengeteg szárazat le kell vágni róla, ami hát nyilván ezek az mit ilyenek, ezek az dugi vannak tasszinálva feltőzve. Onnan visszafeltőzni az egész fát jövőre tavasszal, pillanatok alatt. De a ribizli az gyönyörű, eltekintve attól, hogy valami gubacsatka szerűség támadta a leveleit. Nagyon szép, csak még kicsikén savanyú. Ez is nektarin. Nem tudom, szóval ez... Ez is, ez kuka. Ennek semmi értelme. Hát én nem tudom, hogy mi lesz. Hát vagy tényleg valahonnan oltó veszőket kell szerezni, vagy tündérkertből kell vásárolni, ha vannak itt olyan őszivaraszokat nálunk, amik ellenálló fajták, mert ezek egyszerűen, ezek a nektarinok, ezek nem bírják. Akkor nézzük meg itt az almafákat. Itt a tendró is most. A rogyásig van almával, de az almának a minősége, hát hogy mondjam, gyalázatos. Hát ilyen, nem is tudom mi a fene, azt hittem, hogy korompenézze, nem? Tehát valamilyen betegség elkapta, tehát ez a rengeteg esős, hűvös idő ennek sem tett jót. Ugye egyszer virágzás után, vagy előtte volt neki, utána virágzott, de aztán volt ugye ez a jó nőszi sok eső, hát mindegyik alma szinte ilyen fótos beteg. Ugye ez ebből megint nem lesz idén semmit, még azt hittem, hogy gyönyörű termés lesz. Hát van mondjuk, nem úgy találtam véletlenül egyet, ami elfogadható lenne, de hát ez nem. Itt az a nyári alma, erre azt lehet mondani, hogy ez gyönyörű lenne. Ezen is nem lennének ilyenek, mondjuk az éppen kukatos is, de ez is foltoskodok. Ez is foltoskodik itt, de ezek a gyönyörű hambas almák, hát igen, ez csodálatos. Hát most ezeket majd így szépen meg kell ritkítani, ezeket az igeneket le kell szedni róla. Most ezen a következő 2-3 napban ezeket meg kell csinálnom, ezeket a fákat. Ez egy kicsikét. Kicsikért talán reménykeltő, hogy lesz belőle valami, de azért de messze nem a tökéletes ez sem. Jaj. Hát milyen betegség ez? Ugyaned is. Hát szóval olyan göcsörtös kis pacakok. Hihetetlen. És ennél is van ezek a foltosság. Erről, hogy hagyjuk. De idén azt hittem, hogy legalább alma lesz dögivel, de hát... Az se lesz. Ez a szegény, öreg körtefa, ez a császár körte, ez most már úgy néz ki, hogy tényleg teljesen megadja magát, aztán tele van elszáradt ágakkal. Hát ennek lejárt a mandátuma. Szerencsére oltottam belőle egy másik körtefába. Pont nem abba kellett volna, hanem egy másikba. Nem tudtam is majd, hogy melyikbe, mert amiben oltottam, az egy olyan jó kis olyan vajkörte szerűség, nagyon finom. De hát nem baj, abból majd lesz oltóvesző, vagy hát még talán tudok szedni tavasszal ebből oltóveszőt, az is jó lesz, hát meg lehetne szemezni is, de hát...
azt úgy akarom majd csinálni, hogy a törzsére visszavágom azt a fát, és akkor úgy oltom. Itt meg a öreg szilvafának a gyermekei, a gyökéről, ez rengeteget hoz, tehát ez egy nagyon jó szilvafajta, ilyen szempontból. Most az, arra leszek kíváncsi, hogy itt volt a magrókel szilva, hát kipusztult, de mit én nem tudom. Itt most egy ilyen sarvi hajtást meghagytam. És ha lehet tépni előle. Úgyhogy hát ez ugye gyökérül így jön neki. Hát egy ilyet meghagytam, és akkor ebből lesz a következő szilvafa, hogyha hát ha remélhetőleg teremni is fog. Ha nem, akkor pek. Akkor valahonnan szerezni kell besztercei, vagy olyan hasonlót ez a igazi jó magyar szilvát. Hát az a Goldennek a magjából nevelt csemete. Hát az elég szépen nőtt, azért ez ugye tavaly ekkora volt. Tehát ez most ekkorát nőtt. Hozott, hát igen, még elég alacsonyan vannak, tehát ezeket még ne nevezzük gallérágaknak, de itt fönt is ágazik el rendesen. Kérdés, hogy ugye hát ez magrón van, tehát hogy fog-e teremni vagy sem. Hát ez a gyönyörűség viszont nagy csavódás számomra, hogy idén a birs egyetlen egy szem termés nem ad. Hát fejlődni fejlődik. De gyönyörű, egészségesek a levelei, tehát nagyon, nagyon szép. Ez elmenne díszfának is tulajdonképpen. Hát mondjuk eltekintve attól, hogy a másik fele az nem a szép fényező, de mi történt vele, nem tudom, de idén nem nagyon terem. Nem meg az a szerencsétlen körtefa, ez a kálmán. Átlátni rajta keresztül. Hát szerintem nem tudom, mi a fenem van ezzel is. Hát biztos, hogy tetves. Itt ez a víz. De milyen vízhajtás, hogy ez nem volt itt tavasztal, az már el van ágazva, érdekes. Hát szóval a vízhajtások is rögtön látszik, hogy betetvesednek, akkor meg a koronpenész szokta ezt meglepni. De most ezt megnézem, ezen meg nem mondom, hogy ez most mi. Ez a koronpenész, ez a fekete folt, de ezek itt, ez fogalma nincs, hogy mi lehet. Milyen betegség. Hát ez a koronpenész. Ez a tipikus. Jó, hát pálinkába jó lett volna, de ez amúgy, hogy ez nem jó ennivaló körte, hanem kásás. De hát ebből se lesz idén pálinka, az biztos. Na szóval ide oltottam be azt a császárkörtét, és ebből van kettő gaj. Ami nem, kettő, három, igen, három van. Akkor várjunk csak ez a gaj, ez ennek a körtének a gajja, mert az az oltás alól jött ki. Ezt jobb, ha most le is töröm, mert félreértésre adok ott. Hát most két eset lehetséges. Vagy ezt meghagyom, ezt az oltást, és ezt itt fogom elfűrészelni, miután ennek a vesszőiből átoltom majd azt a körtefát, amit semmire nem jó. Vagy majd meglátjuk. Piros bélű körte. Hát kérem szépen, a piros bélű körtén idén vannak, és egész egészségesnek látszanak. De mondjuk az tavaly is így volt, aztán tönkrementek. Most leginkább úgy néz ki, mint a vackor. Hát majd meglátjuk, hogy nem tudom, ez gyerekkoromban ez nagyon kedvenc körtén volt. Imádtam. Nem tudom, hogy kiket dobni. Ez a limonos körte azért került ide, hogy ez porzó,
alapja minden költének szinte. Hál' Istennek van is rajta egy pár, de hát ezzel hanyagozó a termés, viszont itt van az ilonka körte, hiába volt rajta virág, egy szem termés nincsen rajta. Úgyhogy már csak az tezdne be, hogyha ugyanúgy elszáradna, mint tavaly. Hát még ezt, igen, hogy ez a fűszkár érti ezt a fel. Hát ez a körte, ami látszólag most ez egészséges, de megnő kb. Ekkorára, kemény, mint a kő, az hiába rakja az ember a pincébe, hogy mit tudom én, ez eltárolni téli, de azt akkor se elnyobb. Tehát ezt tulajdonképpen itt valahogyan törzsbe kéne szemezni, vagy nem tudom mi, vagy ezt, vagy ebbe oltani, és utána na, mind a két módszert meg fogom próbálni, mert hál' Istennek kijött szépen ott egy zsenge hajtás, hát abban lehet mondjuk oltani egyet, abból a, hát nem is tudom, vagy a vilmosból, vagy nem vilmosból, hanem abból a kásás kört, nem kásás, vajkörte, vajszerűségből, vagy azével a császárból. Hát ez egy tragédia, ez a költés, hogy itt van már, ide költöztünk tizenvalahány éve, és hát nem, egyszerűen nem megy semmire. Ja, na, hát a mandulától is. Azokat meg hát a moníria kapta el, de annyira, hogy az valami tudom. Már elkezdtem leszedegetni, amit elértem. Hát, lejjebb húzom, úgyhogy le nem töröm. Hát ezek itt mind szépen a moníliának az áldásos tevékenységének a hatása, gyönyörű. Ezeket is le kell majd leszegetni. Hát ez már most előttünk lévő pár napban ezt fogom tenni. Nézd, gyümölcs is szárad. El van. Minden döglődik. Ez a mandula is. Ugyanúgy szépen a moníliát megkapta. Ahogy elnézem, most már ott fönt tettek is vannak, nagyon jó. Viszont termés, az gyakorlatilag hát egyet itt találtam, de pedig ennek pont virágzáskor nem volt fagy, és hát ennyi. Na, szegény időredalma is, hát az a öregebbik. Hát, nem tudom, szóval ez messze nem tökéletes. Úgyhogy piszkosul meg kéne ritkítani ahhoz, hogy de hát tehát nincs mit, nem talál az ember rajta egészségeset. Ez mind kukaszos, meg mit tudom én, szóval meg tetvek. Az igazság, hogy nem nagyon figyeltem rá, utóbbi időben azt egy kicsit elhanyagoltam. De hát még mindig nem késő megpermetezni, hogy megmeneküljön. És hát ez a másik fa. Golden. Hát ez is olyan, hogy a ritka szép. De ritka, nem szép. Még a legszebb is olyan, hogy van benne egy. Hát az átmászott a kukat a másikból, jó van. Hát szóval ez minden csak nem alma. Hát kérem szépen körbeértünk itt a gyümölcsösbe. Hát nehezen nevezhető gyümölcsösnek. Úgy látszik az idei az ilyen, hogy a szőlő sem lett tökéletes, sőt, de mondjuk az kényesebb dolog, de úgy látszik, hogy a gyümölcsfák is olyan, hogy nem bírták ezt a iszonyatos időjárást, ami volt, az a sok eső, hideg, aztán hirtelen meleg. Úgyhogy ez van. Reméljük, hogy jövőre minden jobb lesz. Most hát akkor ez a videó ez ennyi lett volna. A következő videó az még nem tudom mi lesz. Talán szőlő fürt válogatás, ha lesz miből válogatni,
Nem tudom, hogy lesz-e. Addig is a viszontlátásra.